Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntlek titeket, én Tóth Péter vagyok, ti pedig a munkanaplót látjátok. A mai epizódban három igazán új, illetve annyira nem új, de mégis talán érdekes dolgot szeretnék nektek bemutatni. Úgy emlékszem, hogy mind a három szituáció volt már bemutatva, illetve láthattatok ilyet. Na de hát ugye ismétlés a tudás anyja, és az elmúlt héten gyakorlatilag ezeket a munkákat tartottam olyan fontosnak, hogy be tudjam nektek mutatni, hát tehát akkor hozok három igazán érdekességet. Az egyik egy egyszerű kis történet lesz, melyben egy padlóban elhelyezett vezetéknek az átfúrása utáni javítást szeretném bemutatni. A második egy keringető szivattyúnak a cseré lesz, a harmadik pedig egy törőközös szállítós radiátornak a beépítése lesz, és akkor gyakorlatilag ezt fogjátok látni a mai munkanaplóban. Szóval nem is ragozom tovább, induljon a munkanapló. Na és hogy akkor ne csigázzam a dolgot, akkor kezdjünk egy ilyen történettel. Ennek a kis apró munkának a bemutatása annyiból lesz érdekes, hogy itt nem videóztam, hanem igazából csak fényképeket készítettem, és akkor egy ilyen slideshow jelleggel szeretném én ezt nektek bemutatni. Tehát alap esetben ugye volt egy építkezésünk, ahol fűtési csöveket kellett kialakítani, illetve hát új radiátorokat, egy komplett lakásfelújítás, és ugye vadonatúj csöveket építettem be személy szerint, ezzel az egyikkel, meg ugye a másik kezemmel, és hát gyakorlatilag az történt, hogy megtörtént a csövezés, megvolt a nyomáspróba. A nyomáspróba után ugye le lett betonozva minden esztrik betonnal, visszatettek javítva a helyek, ahol a csövek futnak. És ugye jött utána a parkettás, az lerakta a laminát parkettát, és mindenki nagyon boldog volt, hogy minden tökéletesen megy. Aztán mentem ugye lent a kazánházba, összekötöttem ezt a új fűtésrendszert a régivel, visszaengedtem rá újra a nyomást, és csak hallom, hogy valami nem az igazi, tehát nem akar ugye a nyomás fölfele menni, viszont némi csörgés, csattogás, stb. Ugye jön lefele, illetve hát elég komoly folyás és csöpögés is a plafonból egyszer csak, és innentől kezdve már tudtam, hogy valami komolyabb baj lesz, ugye leállítottam a feltöltést, és elkezdtem keresni a víznek a helyét, hát a nagyszobában egy ilyen komolyabb kis tóval találkoztam, azt utána gyorsan felmostam, és hát akkor a kollégámmal karon öltve úgy döntöttünk, hogy akkor fel kell bontani a parkettát, és megnézzük, hogy mi van. Fel is szedtünk egy darabot, aztán nagy nehezen megtaláltuk, hogy honnan is jött a víz, és akkor most ezt meg fogom mutatni. Nos, tehát látjátok, ott a laminált parkettán ott van az a kis fekete bizbasz, az egy ilyen tolóajtónak a ütközője volt, amit az a kedves úriember, aki az ajtót szerelte fel, az két kellemes kis csavarral lefúrt a földbe. Itt az én hibám talán annyi lehetett, hogy ugye a betonozás után kiengedtük a víznyomást ugye a rendszerből, mert ezt megcsináltuk valamikor márciusban, és hát úgy voltunk vele, hogy ne pangjonott benne semmi, meg le kellett szedni a radiátorokat még egyszer a festéshez, tehát gyakorlatilag ugye engedtük a nyomást, hát nem gondolta senki, hogy itt bármi is történni fog már a csövekkel, és hát jött a barátunk, és lefúrta ezt a gyönyörűséget. Na, akkor most ezek után, hogy lokalizálódott a probléma helye, akkor utána felszedtük onnan is a parkettát, és akkor most bevágok egy videót, amiben a kollégám meg a házigazdának a szakkommentárja is lehet hallható lesz, hogy gyakorlatilag, hogy amikor én odalent megnyitottam a vizet a kazánházba, akkor mi történt ide fent? Nézzétek csak! Good! Good! Natasha? Yeah, cook smell the shabai shanis. Really? Oh man! It's like...
És hát akkor ezek után gyakorlatilag elkezdtük a bontást, akkor ezt is most tudjuk, mutatom nektek képekbe. Tehát ugye elindítottuk a bontást, ugye óvatosan kell ilyenkor dolgozni minden esetben, és így a csőnek a tetejét, illetve a cső fekete színű szigetelésének a tetejét is megtaláltuk. Miután ez megvolt, ugye mélyíteni kellett, talalalala, és mikor teljesen kikerültek a csövek már úgymond a levegőre, akkor utána egy ilyen tapétavágó késsel, vagy pengével, vagy ki hogy ismeri, szóval egy ilyen kitolható pengés kiskéssel szépen ezt a fekete színű szigetelést ugye le kellett védő szigetelést le kellett bontani, és ezek után ugye ez a két fehér színű iFit 20-as átmérő cső is kivillant. Ugye látszik benne, hogy ott van egy ilyen gyönyörűséges lyuk, illetve hát az is látszik benne, hogy bár akár mennyire próbálkozik az ember, azért nem lehetetlen az, hogy a spicvéső ugye egy kicsikét ne sértse meg itt ott a csövet. Éppen ezért úgy döntöttem, hogy mind az előre menő, mind a visszatérő csővezetéket, teljesen mindegy, hogy ugye melyik, ezt ugyanazon a szakaszon kicserélem. És itt az első képen láthatjátok, hogy az egyik cső az már teljes mértékben ki van cserélve, a másikban pedig ugye fel vannak rakva a csatlakozó idomok a csőre, illetve ott van az a közdarab, ami majd oda be fog kerülni, és most itt már elméletileg látható az is, hogy teljes egészében ugye ki van cserélve a cső, illetve ugye vissza lett betonozva. Na, tehát gyakorlatilag most láthatjátok azt, hogy egy ilyen problémának vagy balesetnek nagyjából ez a megoldása, hogy ki kell szépen bontani, ki kell vágni a hibás szakaszt, toldóidomokat beletenni, ezt utána vissza szenvedni az egészet a helyére, visszabetonozni, nyomást ráadni, persze a nyomást ráadás az a betonozás előtt, természetesen ellenőrizni, hogy minden jól működik, utána lehet betonozni. Soha ne felejtsétek el a szigeteléseket rátenni, hogyha ilyet csináltok, pláne, hogyha esetleg ilyen réz, vagy akármilyen más fémidommal dolgoztok, mert a cement, illetve ezeknek a fémeknek a találkozása elég hamari, ugyebár korróziót fog okozni, és ki lehet nyitni hamarosan megint a csövet, hogyha így dolgoztok. No, én azt mondom, hogy erről nagyjából elég ennyit tudni, egyébként még annyi, hogy így tényleg tökéletesen működött a javítás után. És akkor én most azt mondom, hogy jöjjön a következő témánk, amiben egy keringető szivattyút cserélek ki, ami szintén igazán érdekes lesz, leginkább azért, mert itt is volt egy kis zárlat, és emiatt lett hibás a keringető szivattyú, és ezt meg is fogjátok látni, illetve utána pedig egy törökőszájtós radiátort fogok beépíteni, fogadjátok szeretettel! Csomag érkezett a Viszmantól, nézzük is bele, mit kaptunk. Ezt így az ilyen pénteki munkáknak az ilyet kimondottan szeretem. Anti-stressz fólia. Ez tetszik, hogyha hülye az ember, akkor lehet fukkattatni. Látjátok? Hogyha nagyon stresszes vagy, akkor mire végzel egy ilyen ívvel, addigra elmúlik minden. Na, de nézzük, hogy mit kaptunk. Egy egészen szép kis keringető szivattyút kaptunk mi itt meg. Pillanat, ezt a vaszkot még kiszeszem minden, ugye. Leírás, kettő darab tömítés, és a keringető szivattyú, ez lesz akkor, amit most én nektek bemutatok. Olyan szinten, hogy meg is nézhetitek, ez egy Willow Stratos Para 30 per 1-12 T16 VI, vagy 6-os, mindegy. Na, szóval ezt a szivattyút kell nekünk beépíteni. Egészen pontosan ide, itt van alul. Ez a szivattyú látja el, hogy a keringését ennek a hőcserélőnek, és utána ez a hőcserélő csatlakozik különböző egyéb szivattyúkkal, a fűtéshez, háromjátú szerep, boiler, és a többi, és a többi, és a többi. Elég pofás kis kazánházról beszélünk egyébként, de kiegyenlítő tartályú ő nagysága. Na, és akkor itt van maga a készülék, amivel nekünk szórakozni kell. Ugye első körben azt már most láthatjuk, hogy
Igen, van benne áram, vagyis áramtalanítunk. Kész. Mondjuk egész érdekes ez a rendszer, mert olyan, mintha viszonylag kevés lenne benne, pedig pont két báron áll, csak más az osztás ennek a kis manométernek. Na, most már nincs benne áram, helyes. Szeretem én ezt, hogyha ilyen flottul mennek a dolgok. Na hát akkor jöjjön, aminek jönnie kell, ugye bár itt van egy csap, amit el tudunk zárni, meg alatta van egy másik, és ennek most el nem hisztek, mennyire tudok örülni, tehát akkor vízterítjük magát a szivattyút. És láthatóan ugye van itt egy kis bevágás, ez mutatja, hogy most zárt vagy nyitott állapotban, ilyen pillanatban ez is, meg ez is itt lent bezárt állapotban, és akkor kicsit hagyd mutassam meg ezt, ugye itt van két darab ilyen torz, csavaros fejű csavar, ami ezt a csatlakozót tartja. Na most az, hogy ebből így csöpög a víz, ez azért biztos jelentett valamit, hogy ez így ilyen mocskosul el van oxidálódva, tehát gyanítom, hogy megtaláltuk a hibát, hogy így tulajdonképpen ez lehet itt a baj, hogy ez beázott, amit nagyon nem kellett volna neki. És akkor emiatt sajnos nem tehetjük meg azt, hogy ezt a kábelt meghagyjuk, hanem ezt is le kell cserélni. Ahhoz meg majd ugye szépen ki kell bontani ezt az egész vackot, hogy fenedje meg, hogy ez ilyen bonyolultan kell csinálni. Na jó, akkor ha itt vagyunk, akkor nehezével szenvedjük meg először, kezdjük el a hollandereket leoldani. Na, ha mondtam én, hogy a nehezén kell először túl lenni, ez tényleg elég nehéz volt. Már így a maga egyszerűbb módján, és azon gondolkozok, hogy ez honnan a picsából csöpöghet, ez minden irányba, de úgy látom, hogy odafent is megindult, és azt nem akartam volna nagyon. Na, nem baj, majd azt akkor utána szépen visszahúzzuk, hogyha visszaépítettem a keringető szivattyút egyébként. A nehéz lovasság is becsatlakozott, kétszor, háromszor, csak úgy mondanám. Már hogy a tudjam érzékeltetni a méreteket, itt a vízpumpa fogó hozzájuk képest. No. Akkor tegyük be az új szivattyút az új tömítésekkel. Jelentem, ugyebár, mint ahogy mutattam, hogy van ez a kis bevágás, ez most már jelzi, hogy nyitva van, ott is, meg ott is, és be lett gyönyörűségesen építve az új keringető szivattyú. Levettem a kábeleket, mert kicsikét útba volt, itt hátul még van egy kis csüpcsöp, de az azért volt, mert volt itt rengeteg víz, ami kifolyt. Na, akkor most jön a téma viccesebbik része, ugyanis, ugye, mint említettem, ezt a régi kábelt érthető okokból nem nagyon lehet használni. De jó, hogy ez mihez érhetett hozzá, hogy ilyen tűzforró volt? Ezt még nem is vettem észre. Na jó van. Na majd akkor lesz mit mutogatni bent a cégnél, mindesetre ez gyönyörűséges. Hát figyelj, akkor érthető, ez beázott, meg itt valószínűleg volt valami hülyeség, persze, hogy megpusztult a szivattyú, én se szeretném. De ez mi a francnak az érhetett hozzá? Mert semmit nem látok, ami ez elmetleg hozzáért volna, hogy ez mibe sérült meg. Ez egy kurva jó kérdés. Na, jó, akkor bontsunk ki igazából mindent, le kell szedni a burkolatot. És akkor most egy kicsikét engedjétek meg, hogy elsodálkozzak, mert ilyen típusú kazánt én még nem is csináltam karbantartását. Ekkor állt nagy hőcsillőt, még nem is láttam, és az egész öntvényből van. Ez valami alumínium öntvény, ahogy elnézem. Na jó, nyissuk ki, úgy, és akkor itt majd mindjárt, mert előre kell egy kis csavarhúzás hozzá, akkor szépen leszedjük.
Az meg. Tehát a vezérlésnek ezt a műanyag burkolatát leszedvén, ugye itt vannak a csatlakozók, amiket majd cserélni kell. Az egyik ez a 20-as számozású csatlakozó lesz, a másik pedig itt van ez a kis kék bizbasz. Ezt kell majd kicserélni, és érdekessége volt az egésznek, hogy ez a műanyag vacak, amiben ez az egész csatlakozik, ez így gyakorlatilag ezzel a csatlakozó együtt jött ki, tehát nem volt igazán benne a helyén. És most akkor megláthatjátok röpke 30 másodpercben, hogy ezt ilyen hülye pozícióban hogyan lehet visszarakni. A csúnya szóért elnézést, de az igazság az, hogy az örömérzetet próbáltam ezzel a B betűs szavunkkal kifejezni. Na, és akkor tulajdonképpen itt vagyunk, már befűztem az új kábelt, szintén roppant egyszerű, hogy ugye itt van ez a csatlakozó, így, és ezt ide fogjuk és beledugjuk, majd jön a másik, amivel szintén nem sok variáció van, ebből az állásba fogod és úgyni, beledugod, rögzíted, és tulajdonképpen kész is. Most még annyi van, hogy ezeket a kábeleket, hogy ilyen kis jól nézzenek ki, ugye itt a szépen visszarakod ezt a bizbaszt, meg ahogy elnézem, ez is el van fordulva. Nem tudom, hogy ez kiszerelt össze ezt a kazán, de nagyon furcsa maga az összerakása úgy. Mi? Egy. Ezek megvannak. Oké, és ez pedig ide jön. Ez pedig ide jön. Úgy. Ni. Na. Ez ne nyúljatok ebbe áramban. Mindig. Tehát, hogyha ki van kapcsolva, ugye nem a főkapcsolónál kapcsoltam ki, csak úgy natúr kinyomtam, ez a főbe táp, tehát ebben mindig van áram, azt nem kell pitiszkálni. Jó, hát akkor ez egyelőre itt így rendben is van, még ezeket a kábeleket ebbe az irányba el kell szépen rakni, úgy, így szépen elhelyezni, hogy utána vissza tudjuk tenni a burkolatát ennek a kapcsolószekrénynek. Burkolat akkor szépen visszarakva, akiket érdekel itt egy kapcsolásra ez, hogy mi mit csinál, mint hogy látjátok, itt volt a 21-es, ez itt a szivattyúnak a kapcsolása volt, tehát csak úgy mellesleg megjegyezném, hogy ilyen hülyeségek vannak még ezen feltüntetve, és akkor, ja Istenem, és akkor be kell igazítani ezeket a hülye kábeleket, mindet, aztán szépen vissza fogjuk tudni rakni ezt az egészet a helyére. Na, most már akkor tulajdonképpen én azt mondanám, hogy a szivattyúcsere megtörtént, bekötve minden a helyére. Jöhet a jelmezes főpróba. Kapcsoljuk be, hadd menjem. Aztán nézzük meg, hogy milyen finom hangja van. Igen, bekapcsolt az a szivattyú is, bekapcsolt az a szivattyú is, tulajdonképpen minden szivattyú elindult itt így a kazánnal egyetembe. Jó hangja volt. És akkor hallok már némi nemű csurgást, tehát valószínűleg, hogy megy a keringető szivattyú. Sajnos se egy lámpa, se semmi nincs, amivel ezt így kontrollálni tudnánk, de hát most egyőre elégedjünk meg azzal, hogy ez így működik. És még hogyha egy kicsit várunk, akkor valószínűleg, hogy egy ilyen hőmérőnkkel ezt azért csak fogjuk majd tudni ezt ellenőrizni. Na, ameddig ez itt elszórakozik magának, addig én szépen felpakolom ezt a temérdek szerszámot, ugye két óriás fogómat a szerszámos ládával, a régi pumpát szintén. Na, és akkor egy olyan 10-15 perc múlva lejövünk, és megnézzük, hogy mit alkottunk. Ugye látjátok így az indulási oldalon, hogy 20 fokos az előremenés, a visszatérő is. Ez itt a melegvíz termelésért felelős két csővezeték egyébként. Na, hát amint látjátok, most már több mint 60 fokos az előremenő, és majdnem 50 fokos a visszatérő vezetéknek a hőmérséklete. Magyarán mondva, sikeresen megoldottuk ezt a problémát, tehát a szivattyú üzemel, csinálja itt a keringést nekünk ebbe a hőcserélőbe, és gyakorlatilag szépen üzemel minden. Még egy apróság, ugye a kazán hőmérséklet jelen pillanatban 79 fokot mutat, ugye megy az égés, tehát én úgy érzem, hogy
tökéletesen sikerült ez a munka. Örülök, hogy velem tartottatok ennél a keringető szivattyúnak a kicserélésénél. Köszi a figyelmet, sziasztok! Kis apró érdekesség egy kazánházból. Szerintem ez az érintésvédelemnek annyira nem fasz, pláne, hogy ez így van megtekerve, tehát oké, hogy most ez itt nem folyik, de bármikor még folyhat is. És azért a víz meg az áram találkozása azért nem olyan gyereve. Na akkor kedveském, cseréljünk radiátort, ugye? Ide alulra betettem egy levágott flakont, ahol szépen ül a rendszer, és innen fent, hogyha levegőt adunk neki, akkor ugyebár ott odalent sokkal jobban csurog és csepeg. És miután kiengedtük a levegőt, akkor utána le tudjuk venni a radiátort a helyéről. És most már ugye kiment a nyomás bőle rendesen, és nézzétek csak, hogy milyen gyönyörűen folyik a víz kifele ebbe a kis gilibe. Hogyha megelégeltem, akkor utána itt idefent elzárom, akkor odafent már nem fog annyira folyni, és ki tudom üríteni magát a műanyag edényt. Íme az örömteli pillanat, gyakorlatilag lekerült a radiátor, és levágjuk azokat az apróságokat, amik még tartották a régit. És akkor engedjétek meg, hogy bemutassam, itt van az új radiátor, amire fel fog kerülni ez a régi helyére. Tehát ő lesz az. Most itt beépítem gyorsan a tetejébe a légtelenítő szelepet, meg egy dugót, az aljába pedig két dugót, mert itt ez a két csatlakozás, ez itt az oldalába fog jönni, de ez egy kicsit ilyen hülye darab lesz, ugyanis hát a kolléga, aki kijött ide, hogy ezt megnézze, az elég elbaszarintott ezt a dolgot. És persze menet közben elkészült a két csatlakozó, ide jön majd egy ilyen kis könyök, és utána lesz az a radiátor bekötve természetesen a helyére. És akkor gyakorlatilag, hogyha kell, akkor ezzel meg ugye tudunk kicsit szórakozni fel le, tehát most nem vagyok teljesen biztos, hogy ez a régi kiállás az teljesen passzolt az új radiátorhoz. Még mielőtt valaki azt mondaná, hogy miért volt milyen hátulgombolós, hogy ilyen ocsmány módon csináltam meg. Ez azért van, mert tápfűtéses rendszerről van szó, és ezt nem lehetett külön kizárni, ráadásul itt a fűtési szezon már elkezdődött, és elég erős anyázás lett volna, hogyha mi most itt leengedjük az egészet, meg újra feltölteni, azzal még nincs gond, de az egészet odafent kilevegőztetni, az mások, pláne nem egy embernek. Na, akkor most kezdjük el a radiátort szépen földobni a helyére. Akkor most már látható, hogy a két alsó konzolt, azt már be is fúrtam a helyére, ugye itt lesz a közepe a radiátornak, ez fontos, hogy a két konzol az vízszintes legyen egymáshoz képest. És akkor utána szereljük a radiátort fölfele. Tehát a radiátor felrakva, én alul ugye ott két ponton rögzítettem, felül pedig mindenki ugye a közepén szokta, én nem. Én ide a szélre szoktam tenni, hogy ide felül is lehessen nyugodtan törölköző tenni a egésznek a tetejére. Nos, akkor ez a radiátor szépen a helyén lesz. Már csak annyi van, hogy ezeket a vackokat kell itt szépen bekötözgetni, és utána tulajdonképpen készen is vagyunk a melóval. Na, szóval így gondoltam. Tudom, nem szép, viszont gyakorlatilag a feladatát innentől kezdve el fogja végezni, ugyanis hát a házi gizda is azt mondta, hogy ő ilyen excentert szeretett volna, viszont az abszolút nem ment ide be. Megnéztük, de az csak 2 centit adott, és hát kicsit nagyobb volt itt az elállás. Nos, tudom, hogy tényleg nem olyan gyönyörű, de hát most ez ilyen lett, hát bocsi. Na, szóval lecserélve a régi radiátor egy újra, és tulajdonképpen egyébként annyira nem is olyan gáz az a bekötés, mint amennyire egy elsőre kinézett. Ez az jutott eszembe, mint amikor a részeges vidéki festő megmondja a házigazdának, hogy mikor nem úgy sikerült a falszobának a színe, hogy hát csókolom, ezt még szokni kell. Hát akkor ezt is kicsit szokni kell, de egyébként funkcióját betöltve kellemesen meleg. A török közös szállító stadiától köszi a figyelmet. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy tetszett ez az epizód is. Amennyiben igen, úgy ne felejtsetek el lájkolni, illetve aki még nem volt itt, eddig ezen a csatornán és még nem tette meg, az iratkozzon fel. Remélem, hogy mindig fogok tudni valami újat és érdekeset hozni nektek. Már készül egy egészen érdekes rész is, amiben tulajdonképpen egy kicsit azokat a dolgokat szeretném bemutatni, amit a különböző ilyen oktatásokon és az itteni iskolákban tanultam,
illetve hát ez most inkább ilyen olyan elmélet lesz, ami azért mégis hasznos lesz tulajdonképpen minden szerelőnek, illetve minden olyan embernek, aki ezekkel a dolgokkal szeretne foglalkozni a későbbiekben. De ezt a részt ezt nem a jövő héten, hanem azután héten fogjátok megkapni, ugyanis hát jövő héten a november 1-ére volt tekintettel hazamegyek, és így most nem fogok nektek külön részt forgatni. Köszöntöm a figyelmet, találkozunk akkor 2 hét múlva pénteken, addig is kívánok nektek minden jót, és köszönöm, hogy megint csak engem választottatok. Sziasztok! Looking up, open the park.